Sziasztok! Ez itt a Négy Szem Közt 6. epizódja. Most elhoztunk nektek az egyik legkedveltebb és nagyon régóta várt, legjobbnak tartott nekem magyar testépítőt, azaz Vörös Zoltán, a Vörös Sziklát, és most pedig egy lábozást fogunk vele letolni. Tartsatok velünk, mert ez csúnya munka lesz. Gyertek! Gyere szépen, öcskös, megmutatom a termet. Cornelius. Ső, Zoltán. Lága barátom. Csáll, eltelében, mi a helyzet? Fú, nem volt rövid utad. Szű, hallott Debrecenből, ez az országnak a leges-leges másik vége, de úgy gondolom, hogy nem hiába jöttem át, mert... Ma lábazni fogunk. Bizony, úgyhogy egy jó lábazni. Már gyomoridegen van reggel óta, úgyhogy reggel óta, te, amikor hívtál, hogy hogy készüljek, azóta pont írtam Daninak is, hallod, még gyomoridegen van, mióta felhívtál. Ja, csüccsenjünk le, aklimatizálódjunk, gyúrjuk be egy kicsit, amit be kell. Ebben a Négy Szem Közt sorozatban, ugye, amiben most benne vagy, nekünk van egy olyan részünk ebben a sorozatban, hogy mi van a táskádban, mivel nekem van a Jim Beam-es cuccaim, úgyhogy most az enyémet fogom megmutatni, de hogy ne érezd magad elhanyagolva, hoztam neked is ugye ajándékokat természetesen. Az egyik részben ugye mondtam, hogy férfit a fiútól ott választja, hogy milyen anyagokat használ, ugye. Metár. Csak is fém shaker, ugye, ez az enyém. Viszont van most egy új shaker ugye a Jim Beamnek, ez a Strix nevezető. Ez a hardcore verziója. Tehát akkor ez az enyém. Így van, ez lesz a tiéd, úgyhogy ezt fogadd el. Köszönöm szépen, tőlem. Nagyon ez a kedvenc, ugye van rá egy kis fogója, fém shaker, bele tudsz nézni. És még eredeti origin. Hoppá, hát a kerék után az ember, ez az egyik legnagyobb találmány, a másik pedig a mostani nagy kedvenc. Ezt majd belelökjük, láttam már a nete, hogy ezt szürcsölöd mostanában. Non-stop, és ami a legnagyobb, ez a mangós ízesítésben. Ez nekem egy... lesz hozzá hideg vizem. Akkor a kettő párosítása csoda lesz. Még gyorsan mutatok egy másik, nekem mindig nagy dilemmám volt a térvédő. Sosem találtam rendes térvédőt, én megmondom őszintén, van ez a piros-fekete márka, ugye, ami nagyon drága. Én úgy gondoltam, hogy az már nekem felesleges, tehát én nem akarok 30 ezeret adni egy térvédőért, viszont van, jimbeam.hu-n lehet rendelni ezt a márkát, és ugyanaz, és töredéke, és nagyon-nagyon jó működik. De ilyet biztos nem hoztál nekem ajándékba. Á, az a baj, hogy ez az ellese, és ez neked kicsi. Posta. Jó van, intézünk egyet mindenféleképpen. Jó, úgyhogy ami még nagyon fontos, lábazni, csak is hosszú nadrágba, és ugye Jim Beamnek csak is megint reklámozni tudom, az egyik kedvencem terep színű. Jó, én olyat hoztam, hogy meg van nyúzva, hogy egy kicsit hasonlítson a te antropometriádra. Ez mind csoda, de hát tudod, mi hiányzik az edzés előtti barátom. Bocsáss meg, majdnem elfelejtettem ugye az ajándékot. Mondtad, hogy valami különlegeset fogunk szűrni. Igen, ez az Energy Shot, tehát ugye... Ananász. Ez meg... citrom. Melyiket szeretnéd? Zoltán. Jó, ezt csukjuk le. Én megbírom nyomni? Nehogy kéne, hogy nem bírjam kinyomni. Úgy, ahogy van. Rokkan nyugdíjas. Ha hányni kell, akkor azt mondták, azt is felveszik. Ennyi. Ennek még egész jó az íze is. Ennek is. Na, akkor minden megvan. Így hiszem. Van, nem maradt hátra, mint hogy előre. Harci dísz, aztán csapatás. Jó van. Te vagy itthon, úgyhogy most nem vezetsz minket. Búj. Zöldág. Yes, yes. Fú, mi lesz, ha van terv? Szerintem teljes erővel nekikezdünk, azt folyamatosan erősítünk. Jó. Nagyon régen nem volt rajtam ez a nadrág, mondjuk úgy, hogy egy 10. Pedig régen sokat volt rajtad ez. Hát, amikor még úgy volt komoly lábedzés, de úgy éreztem, hogy már ez egy kis plusz erőt adhat. Fú, ránk fér, azt mondod? Ránk. Hát meghúzzuk, amit megenged a rendszer. Van a front guggoló, megerősített súlytartóval. Föl lehet egy 5-600-at rakni rá.
haszomat. Nem csinálunk egyszer század bemelegítést. Megpróbáljuk. Ezek eldurranunk, aztán nem kell súlyt emelni. Azért azt tegyük hozzá, hogy a pörgető az... Rendben van. Úgy odaért a fejem, baszkál, mondja. Már fulladok. Harminc. Hatvan. Egy. Kettő. Három. Négy. Picit, öt. Gyerünk. Hat. Azaz. Hét. Nyolc. 9, 100. Jó! Baszki! Jézus Krisztus! Ha így is bedurult a szó. Bassza meg az anyja! Fú, Zoli, ezt komolyan gondoltad? Vége az edzésnek. Húsz. Ötvenig semmi. Fele. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Segg marad a padon. Ne csász meg! Köszönjük szépen. Mehetünk. Ó, Jézus! Láttad? Száraz volt. Mint az ítélet. Bakker, szokatlan volt. Ez kemény, ugye? Köszönjük szépen. Nem nagyon enged az enyém sem. Mehetünk. Hova? Haza? Hát, haza? Haza. Köszönöm. Köszönöm. Oh, yeah. Ide tegyétek! Yo, let's do this. Got pizza, homie, rolling. Let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence golden broke, cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest of talking to him. Break on your ego, bumping him out. My music, I'm... Patika. Dolgozik a szerv. Egy kicsit melegedni kell a térdemnek. Jó, hát úgyis lassan megyünk, nem? Aha, meg most elveszem a... Felveszed a titkos fejét. Bizony, koronnál fogva nekem már muszáj az ilyeneket. Azért mennyire furcsa, te szélesen googolsz, és te mindig úgy googoltál, amúgy régi videóban is. Azért, mert én súlyemelő googolásba tanultam. Aha. A googolásom is olyan. Igen, hát emlékszem, volt még fenn egy régi, mikor 300 googoltál, ezt nem biztos, hogy felejtem azt néztem, abban is én szélesen googoltam. Volt olyan. A titkos fegyver. Proamino. Mango. Az íz nagyon fontos. Ez az utcsó, ugye? Mindegy, csak fájjon. Mutasd az utat, gyerünk! Yep. Azaz! Ne sírjon a gép! Lószár, gyerünk! Azaz! Azaz, azaz! Yep. Gyerünk, Cornél!
És fel. Ó, de finom volt. Kellett ez, mint anyára a villany. Ó! Hú, ebbe beleszédültem. Amikor indultam ugye a versenyen, amit te konferáltál, azt elmondtam a videóban is, hogy mi most is hallom, hogy mondod a nevemet. De jó, sose felejtenem fel a színpad, és itt állt a jobb oldalt mellettem. Szerettem azokat, főleg ha olyat tudtam konferálni, akit ismerek, tudod, mert én beleéreztem a munkát. Tehát aki azért, hogy a nézőtéren van, idézőjelben laikusan, az nem tudja, hogy mi volt az út. Mindenki azt látja, amikor kilépsz a fénybe, de valójában nem az a lényeg, hanem az odáig vezető út. És azért azt úgy feelingesen megélni, meg ott állni egy méterre, az eléggé adrenalin robbantós. Visszagondolom, nem szerettem versenyezni, azért nem szerettem versenyezni, mert nagyon-nagyon rosszul volt, éltem meg. Nagyon-nagyon rosszul volt, amíg küzdöttem magammal, meg hogy életben maradjak. Most visszagondolva viszont azt mondom, hogy így volt a jó. Hogy meg kellett küzdjek, meg magammal küzdeni kellett, hogy Hát tudod, én meg edzeni szeretek, és ezért tudtam a versenyzést jól elengedni. Tehát, hogy nem roggantam bele, hogy nincsenek színpadi célok. Én most is tudod, beszélgettünk van, hogy hajnali 3-kor itt vagyok, kinyitom a termet és csapatom, mert én ezt szeretem. Igen. Szóval maga a színpad az annyira nem. Igazából az csak egy állomása volt az útnak. Nem merem megkérdezni, mi lesz a következő gyakorlat? Fekvehajlítás. Cybex. Ő lesz a szerencsés kiválasztott? Mi leszünk a szerencsések. De jó az a gépes köszönök. Sose volt még ilyen jó. Szerencsés kiválasztottak vagyunk. Elragudj. Elmondanád ezt lassabban. Tudod, van ez a sztereotípia, a badisokkal egy kicsit szótagolva. Lassabb, óriási visítás. De várj, egyszer sose felejtem, mert késtem azt a bicső. Már ott vagy. Megjövök, kérdezed, mi a baj? Feszült vagy. Azt mondom, bicirizek lefele, megállít egy kölyök. És ez ha nem így volt, itt halljuk meg. Na megállt egy kölyök, hogy van egy nagyon fontos kérdése. Megállok, leszállok a bicikliről, figyelek, hát hogy olyan nagy a válla, hogy hódar feszély nem tudja letenni a fejét, hogy mit csináljon. Elmondom neked, mert tőled is megkérdezte, azt mondja, hogy innen ment arra fele, azt mondja. A levelező tagozatos lábedzést befejezetnek nyilvánítom. Hát én nyugodom, 4-6 hete voltál Debrecenben? Igen. Ugye akkor megígértem, hogy eljövök lábozni hozzád. Most teljesítettük is, és a négy szem közt eljöttünk ugye a Jim Beammel hozzád lábozni. Köszönöm, hogy végigvezettél minket, meg most te vezettél engem, mert a múltkor én vezettelek téged, ugye? Most te vezettél minket. Én azt hiszem, hogy nekem most el kell mondjam, és hogy semmi senyelás. Te voltál mindig az, és ezt elmondtam videóban, aki első perctől fogva olyan közvetlen és olyan volt velem, hogy úgy éreztem, hogy mindig ide tartoztam közétek. Kornél, és köszönöm szépen, de tudod, ez a tisztelet, megbecsülés, szeretet kölcsönös. Úgyhogy úgy, mindig meg fogjuk egymást érteni, főleg ezeken a területeken, mert egy az otthon. Ennyi. Ja, úgyhogy ez is, úgy gondolom, hogy becsülettel letudtuk, de még mielőtt elköszönnénk teljesen, van egy apró meglepetésünk neked, ugye van egy olyan rovatunk, hogy a kihívás. Igen. Viszont lásd, hogy milyen... Előzékeny vagy. Előzékeny vagyok vele, te választottad ki a gyakorlatot, jó? Úgyhogy a challenge-ünkben úgy, hogy te választottad ki a gyakorlatot. Jó, gondolkodtam ezen, mert készültem rá, láttam már több adásodat. Köszönöm. Ugye legyen egy olyan jellegű, ami nem annyira kőbadis, nem hardcore, viszont ilyen Vörös Zoli-féle szopatos. És jó. Akkor mi lesz a neve? Majd megmutatjuk, legyen a neve a meglepetés. Jaj!
doing good a day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do my fucking ex bitches. Na Kornél. Na, szabály. A gyakorlatnak neve nincs. Egyébként csajos gyakorlat. Nagyon jó a hajlítóra, meg a gluteus maximusra, jó? Mutatok egyet. A lényeg az, hogy mélyre megyünk, hajlító seg nyúlik, átlóba egy kitörés, rától a seg hajlító vissza, és rugó, és vissza. Jó, kicsit aerobikos. Egyet készüljünk próbálok. Rá, mert szétrobban a szívem még ettől is. De jó lett volna a seg! De ez az! Ó, baszki feladt! Várj! Bocsász meg! Gyere! For Detroit, why they see me hustle hard. I got the driver, muscle cars, and work ethic of my father. Y'all respect him cause you gotta love to hate him, but you all know you can't give him props. Man! 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 Yeah, man! 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 I'm letting loose when they see me, they ain't making a sound. I'm living proof, they turning on you, we've been holding it down. But still, I'm from my city, I'm from my city. That's my man. That's not. Gyerekek, ennyi volt. Jó. Húzom, azt mondom, hogy ezzel lesz, nem tudtuk. Köszönöm szépen. Hú, de fasza volt ez. Fú, baszki, ez nagyon csúnya volt. Ez nem volt egyszerű, Zoltán. Örülök, hogy túléltük. Mi a helyzet veled viszont? Azért az edzős részét letoktuk, egy kicsit most rólad is. De vérzett a szemed? Igen? Hajtsd le! Ne, csukd le a szemedet. Oda kukk már. Itt a vége, gyerekek. Véredet adtad érte. Milyen én? Komoly vizéfolt van rajta. Lila folt. Aha, komoly. Nem éreztem. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy ez kurva jó volt. Úgyhogy kicsit most beszéljünk rólad, mert mostanában azért nem nagyon hallottunk rólad. Hát figyelj. Köszönöm szépen, minden csoda. Abszolút rendben vannak a dolgaim. Ugyanúgy folytatódnak az edzések, mint az elmúlt 30 évben. Nyilván a színpadot idézőjelesen kerülve, hogy így fejezzem ki magam. Fókuszban a családi élet, ugye már gondolom sokan tudják, vagy ha nem, akkor elmondom, hogy van egy gyönyörű szép kisfiunk. Pár napon belül lesz 9 hónapos, jelen pillanatban öltölti ki a mindennapjainkat. Úgyhogy igazából tényleg azt mondhatom, hogy Regina révbe ért, minden a legnagyobb rendben. Úgy látom, boldog vagy, kiegyensúlyozod, minden rendben van. Így igaz. Tényleg az, ami nekem az élethez kell, hogy azt mondjam, hogy harmónia van és béke, az hála Istennek megadatott. Értendő itt ugye a munkára, az edzésre, meg a családra. Szóval ezt így, ha csokorba kötjük, akkor így azt mondhatom, hogy minden rendben. Jó volt látni, amikor megjöttem, itt volt kisfiad, itt volt mindenki. Ja, látszott, hogy olyan... Úgy rendben van minden. Igen, nagyon sok barátom mondta, hogy egy picit megváltozik az élet, ha apuka leszel. Nem picit változik meg. Egyrészt nyilván érzelmi szinten teljesen megváltozik sok minden ez a hozzáállásod. Meg az idő elkezd szaladni. Tegnap született és most már 9 hónapos. Tehát relatív, mintha egy pillanat lett volna az egész. De azt mondom, hogy simán tudsz teljes életet élni család mellett, és nyilván a megfelelő partnerpár kell hozzá, aki tolerál, illetve rugalmas a dolgokban, hiszen azért a munkajava része ráterelődik, mint anya, hogy azért tudjon az ember edzeni, meg dolgozni, és így tovább, de ki kell várni a megfelelőt, és akkor nem lehet gond. Te úgyis egy korai vagy, tehát te benn vagy nyitás előtt, benn vagy már teremben vagy nyitás? Hát legkésőbb 5-kor, fél 5-kor itt vagyok, ugye 5-kor nyit a terem, de gyakran előfordul, hogy ha úgy érzem, hogy zsúfolt a napom, akkor bejövök 3-kor, van kulcsom, és akkor leedzem. Nagyon szeretek egyébként egyedül is edzeni, tök jó feelingje van annak, hogy egyedül vagy egy teremben, te vagy meg a súlyok. Én nagyon-nagyon szeretem az edzést, ez ugye 13 éves korom óta bennem van, és nem igen csillapszik. Mennyi? 92-ben kezdtem az edzéseket, ugye Szombathelyen. Igen, nem most volt. Akkor 30 év. Igen, hát durván 30 éve, igen, 29-30 éve.
Azért az nem mindegy, de még mindig ugyanaz a szerelem. Tehát azért láthatod, hogy edzettünk is, hogy... Abszolút megvan, és beszélgettünk edzés közben erről, hogy ugye talán azért nem volt ez a törés, mint sokaknak megtörténik a versenyzői karrier, ha nevezhetem karriernek, eltűnése után, hogy teljes tudott maradni az életem. Nyilván nagyon nehéz elengedni, hogy ez a fizikum már nem az a fizikum, de meg kell tanulni ezzel élni. Van élet a versenyzés után. Abszolút van élet a versenyzés után, de nem egyszerű. Tehát ezt hozzáteszem, hogy ez mentálisan azért erős képességeket követel. De gondolom, aki kiegyensúlyozott lélekben, meg egészséges lelki állapota van, az túl tud lépni rajta, ugyanúgy, mint te is. Mert neked is ezt tettek az életedet azért nagyon sok hosszú éven át. Abszolút, és nem is tűnt el az életemből, csak nem azon a színvonalon végzem. De tulajdonképpen a javarésze ugyanott maradt. Nyilván most nem 100%-os a kaján, mert azt teszek, amit éppen megkívánok. Látszik is, hogy egy picit sertésjelmez van rajta egész évben, de nem készülök sehová. Ha kellene készülnöm, szerintem pár hónap alatt formába tudnám magam hozni, mert az én irányomban kellendő tudás, illetve akarat az nem változott semmit, szóval... Hát az mai napig is látszik, az meg a hidegrázós még mindig ott volt a hagyomdalásnak. Nekem imádom, tehát az, hogy az edzés szeretete az nem múlhat el, tehát nem is értem, hogy hová tűnnek el az emberek, ha meleg van, vagy éppen nincsenek olyan paszba. Nekem ez örök. Maradjon így. Így maradjon fog. Örök. Viszont még mielőtt befejezzük azért a végén ugye a desszertet, a fehérjét azért csak meg kell ígyuk. Ígok. Hoztam neked egy kis fehérjét, csoki ízben, hidrolizátumot. Ha megengeded, akkor én megcsinálom neked. Jó, csinálj, csak én adok hozzá hideg vizet. Jó? Azt viszont megköszönöm. Kicsit remeg a kéz. Én nyomjam? Jó, sikerült. Aha. Szólja elég. Sűrűn szeretem. Jó, akkor jó elég. Jó. Hú, ez a challenge, kellett, mint púpa hátamra. Ja, az nagyon gyilkos voltam. Mi lett amúgy ennek a gyakorlatában? Ezt nem tudtuk. A Vörözoli féle szopató. Nem tudom, tényleg nagyon oda. Csak érdemes kipróbálni, aki nem szokott. Tényleg jól, meg amúgy is nekem is amúgy nagyon szokatlan volt az a gyakorlat. Szerinted ott pattant el a szemed? Így nem tudom, észre sem vettem amúgy, csak most, hogy szólsz amúgy. Át kell nevezni a műsort, hogy Bóskornél három szem közt. Szemtelenül. Zoli, egészségedre. Köszöntöm az edzőt. Ez volt a Négy Szem Közt 6. epizódja a Vörös Sziklával, azaz Vörös Zoltánnal. Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült a lábozás, remélem tetszett nektek. Lájkoljátok a gymbin.hu-t, nézzétek, kommenteljetek mindenféleképpen, és legközelebb is tartsatok velünk. Szavaztok! One, one.